Sziasztok, hackerek! Ez itt a Legenda vagyok sorozat 39. adása. Ugye CVL-ben vagyunk, egyelőre nem alakul rosszul, bár ez a csatanap, ez a Battle Day 2, ez valahogy nem jött össze igazán szerintem. Úgyhogy vissza is estünk a harmadik helyre, ami úgy tűnik, hogy a második helyet még talán, hogy most nem bénázunk itt a három csillagok helyett, a két csillagokkal lehet utóban tartani, de én az elején ugye felmértük az első nap, én azért jobban tartottam ezektől az ellenfelektől, tehát szerintem a bennmaradás az racionális. Bár még nem szakadtunk le a harmadik helyt, hát még azért majd meglátjuk, még nem latolgattam itt, hogy ki kivel játszott, ki kivel fog játszani. Ugye ehhez még talán még kicsit korán van. De ami biztos ugye most így talajszinten, hogy láthatjátok, hogy hát jó hír, hogy van, aki minket is támadott, és nem bírt ugye egy csillagot se szerezni ellenünk, viszont nekünk is van. Ugye néztem a szimiét, ennek a támadásnak ugye az volt, ezt néztem menet közben, de láthatjátok, hogy hősök nélkül támadott, tehát itt szerintem ez valami véletlen benyomás volt a támadásnak, úgyhogy ez nem lett egy sikertörténet. Aztán ugye az ellenfélnél nem volt, hanem hasonló volt, mert ugye ő szerintem full sereggel támadott. Ezzel most szolidan megdicsértem a bázist, onnan támad, ugye onnan fog jönni. Ugye ott igen, ott Pekka földi erőkkel támad, meg a valkürőket is gondolom még majd be fogja vetni. De ha azok itt lent indulnak el, inkább 6 óra felé, bár lehet, hogy nem, mert a vizárdokat még fönteptette. Na merre fognak jönni? Na szerencsére a fél valkür csapat lefelé jön, ott az erősen Giant bombákkal meg van szórva, igen, ott az éreztetés hatás. Hát hiába, hogy a bomb tower gyenge, de az a Giant bombák azok ott azt megakadályozták. Na, ezt még én sem néztem, akkor most nézem, hogy... Ja igen, nem lesz csillag, tehát nulla csillagos, úgyhogy ti fog tartani igen, ki is tartott a TH-m. Hát egyébként nem sokon múlt, tehát a TH-nak a több a felét kivitték, ha a hősöket nem ott veti be, hanem lent a ott, ahol most az a magányos malaszlovas jön, ugye hát az esélytelen, hogy ez a nagyon... Egy Pekkának mi talán lett volna esélye, egy maxos meg a Tesla ellen. De a hát mondjuk, ahol nem maxos a király, de maxos királynő is kivitte volna. De a három hős meg a hóg az más, hogy azt, akkor meg lett volna neki az egy csillag. Na hát engem se hármoztak le, és úgy látom, hogy akkor Gabót se hármozták le, ezt is megnézzük. De honnan támadják. De ja, igen, elfelejtem nyomni, hogy vissza akarom játszani. Ugye forma a harmadik támadja a harmadikat. Itt úgy látom, ki akar csalni a várát. Egy giant-e. Ugye én bejjebb szoktam tenni a kastélyt, hogy ne lehessen ilyen könnyen kicsalni. Láthatjátok, hogy a hatókörébb rögtön be tudott menni a giant is. Ott meg poival, meg vizárdokkal el fogja intézni a védelmet. Hát ezzel időt veszi, de... Tehát tudjuk, hogy a vége nem lesz egy sikertörténet a támadónak. Ez is tipikusan földi, hát egy fél minoros sereg. Érdekes kombináció. Kíváncsi vagyok, hogy fogja bevetni. Hát azt tudjuk, hogy eredményesen nem, de... Ugyan gondolom, ott a valkürget ott fogja beengedni majd, ahol már kinyílt az út a centrum felé. Kicsit ott próbált takarítani a vizárdokkal. Nem sieti el az a támadást. Jöttek a minerök, meg a... Hát igen, a valkűrök nem arra mentek, amerre ő szerette volna. És így magában ugye ott a centrum mellett mind a két oldal nagyon erős, tehát a vége lesz a valkűröknek is, meg a mineröknek is. Hiába hozott életadót.
Hát ez a támadás gyorsan kifulladt, igen, talán elszámolta magát, nem kellett már erősöt megtámadni. A többiek ellen azért szerezgettek csillagokat, és nekünk is volt sok három csillagunk. Hát én is bénáztam, én is csak két csillagot szereztem. Egyébként. Nézzük, ki itt támadott. De akkor nem támadtak még egy páran, de őket már kivettem. Kivettem a holnapi napból, de még ezt el nem felejtem, nézzük már meg, hogy... Tehát harmadik nap preparation day-en. Mintha már emmet kivettem volna, igen, és beraktam helyette Dark Killer, de neki meg akkor nincs feltöltve. Na akkor valamit nyomjunk. Így akkor ő is fullon van. És akkor ha minden igaz, akkor... Akkor mindenki oké, és fel van töltve. Na, mit tudok küldeni? Pekkát kér. Sziminek meg négy. Valkűr. Na szóval még a mai támadást nézzük, akkor láthatjuk, hogy aki nem támadott, azt megint kivettem a holnapi felállásból, a támadósorból. És akkor nézzük, hogy Rommer ugye a 9-es támadta. Neki az első nap is nagyon szép volt a támadás, ezt nézzük majd. Na itt aztán van keveredve, de talán az első napi szép támadás is ilyen vegyes légi és földi kevert sereggel ment. A kocsi elég erős fal törő, nem is tudom, hogy indokolt-e. És a földrengész pellek használata. Ugye a védelmet azt semlegesítette. És még a sárkányokat tartogatja. A légvédelem már elkezdte lőni, pont ezt számolgattam, hogy... De nem sokat tudott lőni, tehát jó kiszámolta, hogy kivették a légvédelmet még ott. Hát nem mondtam volna, hogy három csillag még egy 30 másodperc ezelőtt, de már most meg simán látszik, hogy három csillag lesz, mert még a földi erő is nagyon jó állapotban vannak, a három sárkány még szinte alig van megsebezve. Nincs, hogy ezzel már az a kis Tesla, meg az a gyengébb vizártóval nem nagyon fog. Főleg, hogy a királynő most megszúrja őket. Hát nem a királynő, nem, mert a királynő, hogy miért nem a sokkal közelebb vizártóvert lőtte? Ezt nem értettem igazából, de hát... Fura, hogy a jóval távolabbi góltárolót kezdte előni. Na hát igen, lejárt az időm, engem is mindjárt megtámadnak, ami nagyon nem jön jól, mert itt a legenda vagyok, lehet, hogy most zavar lesz az erő, mert ugye 25 ponttal vagyok 900 fölött, tehát ha most 26-nál többen megvernek, amire valljuk be, nem lenne példa nélküli a közelmúlt történetében, mert ugye mínusz 19, 18, hát mondjuk azért 26-tal nem vagyok, itt 23, hát bízunk, 25, csak nem fognak olyan sokkal leverni, hogy kiesek titánba és kapaszkodhatok vissza a legendába. De érezhetően szezonról szezonra nehezebb legendában megmaradni, tehát a bázison az is kezdte el a átépítését. Ja igen, a bázis átépítés persze erről szól az egész. Ugye hát itt lehármoztak. Hát igen, ezt nem néztem még meg. Pedig már most itt próbáltam javítani rajta, hát lássuk, hogy ez a klasszikus esaris balonos támadás. Hát igen, ott a hősökkel bejön, ott valószínűleg takarítani fog. Bár angyalt nem hozott,
Hát nem tudom, hát lehármazza végeredményt láttam, ugye. A Barbar King eleve ugye kint indult el, tehát őt a sebezni fogja. Az infi, az ágyú, a bombtóver és még ez se elég. Rá is jön egy-egy védő sárkány, úgy néz ki egy-e. Na, a királyával talán nem kell számolni, mert ott azok az erős ágyúk talán elintézik. Igen, meg a két sárkány, de azért nagyon megszúrta ott a védelmet. Ó, lefagyasztotta a... Na hát ennyi volt a Bádri geometriáról, lefagyasztotta a két infitóremet. És én mindig van fagyasztója most a sast. És el fognak jutni az esarék a centrumhoz, és ugye egy légvédelem ott éppen fejlesztés alatt van. Egy légvédelmet már kivettek. És ott már légiaknáim sem nagyon vannak. Hát igen. Ez azért még túl sok esari. Rású maxos esarik. Hát jogos, jogos volt a 3 pont. De lehet, hogy mégis megnéztem tegnap, mert gondolom azért tettem föl ide a tornyokat, persze, igen, hogy ne rögtön az infitóverekre menjenek. Bár ez nem tudom, az elem most védenem, mert ugye ugyanúgy lefagyasztja az infitóvereket, és most az esarik egy füst alatt elintézik, most neki tök mindegy, hogy tornyot intézel, vagy bányát. Hát nem tudom, valahogy nem vagyok elégedett ezzel a bázisra se. Na mindegy, most ezt a támadást megnézzük, hogy milyen lesz. Kicsit mindjárt kijelentkezek. Ha sokat vesztek, akkor vannak még bázisaim. Még amikor a Vamba voltam, ott emlékszek, hogy volt egy háborús bázis, amit próbáltak. Talán ott valaki megcsinált, és én lemásoltam. Picit módosítottam rajta azóta valószínűleg. Igen, ez biztos, hogy egy vanos volt, én nem szoktam ennyit ott blokkokat csinálni. Talán itt ezeket a kis boxokat töltöttem meg hidden teszlákkal. Na, mi történt, mit csináltam a fejemmel? Na, minden esetre már akkor elköszönök, hekkerek, és akkor délután a családival jelentkezünk majd. Sziasztok, hekkerek!